A rémálmok legyőzése. Az álmok lehetnek akár a tudatalatti üzenetei is. Vannak köztük kellemesek és kifejezetten borzalomkeltőek. A rémálmok sokszor visszajárnak kísérteni, ezért elszenvedőiknek egyáltalán nem könnyű napirendre térni felettük. Sőt, sokszor egy egész életen át tartó rettegés forrásává válhatnak. Álláspontom szerint van, illetve lehet megoldás a rémálmok problematikájára. Rémálmok és előző életek. Vissza-visszatérő rémálmaink olyan üzenetek a tudattalamból, amelyeket nem mindig könnyű felgöngyölíteni. Alapvető vonásuk a pánik félelem, amely az ember ambivalens természetének a démoni feléhez tartozik. A félelem teljesen beleivódik, beleszövődik az ember pszichéjébe. Gyakorlatilag már édesanyánk pocakjában szembesülünk az első félelmeinkkel, amikor az anyukánk félelemrezgéseit átvesszük. De félelmeket hozhatunk előző életeinkből is, amikor valamilyen meg nem oldott, vagy éppen rosszul megoldott helyzet hat vissza ránk. Amikor valaki traumát okozott másnak egyik életében, ám azt jogtalanul tette, s meg sem oldotta a konfliktust az illetővel, akkor bizony a karma törvényei szerint az visszahat az emberre. Ez okozhat adott esetben egy szorongó és önbizalomhiányos személyiséget, de akár egy majdnem egészséges attitűdöt is, amelyben visszaköszönnek a régmúlt emlékei. Ilyen esetekben az előző életekre kell visszatekinteni, és olyan terápiákat alkalmazni, amelyek kifejezetten arra tapintanak rá, illetve arra irányulnak, hogy feltárják az okokat és kifürkészik az üzenetüket. A hipnoterápiák közül a regresszió, az előző életekben tett utazás vagy a speciális sorsképelemzés erre kínál módot és lehetőséget. Lelki traumák és a rémálmok. Rémálmaink másik tetemes hányadát azok a beteges, indokolatlan félelmek és irtózások építik fel, amelyek lelki sérüléseken alapszanak. E lelki megrázkódtatások főként a gyerekkor valamelyik szakaszában alakulnak ki, de hatásaikat évtizedek múltán is képesek kifejteni. Sőt, egyre erőteljesebbé válnak, mivel a rémségek újraálmodása energiával teríti az ember rejtett tudattartalmait, és a szimbólumok szinte önálló életre kelnek. Természetesen az ember eleinte megpróbálja elhesegetni a zavaró képeket, de azok új formában, de a régi tartalommal újra betörnek a tudatába, és kifejtik hatásaikat. Szenvedünk tőlük, és küzdünk ellenük, de lehetséges, hogy nem a megfelelő eszközöket választjuk a rémálmokkal folytatott harcainkban. Az elfolytás például soha nem megoldás, az csak tovább erősíti a rémálmok valódi okait. Az első lépés annak felismerése és elfogadása, hogy valami nincs egészen rendben az áloméletünkben. Utána fordulhatunk egy álomfejtőhöz, aki kibogozza, hogy milyen tudattartalmak vannak az álomképbe kódolva. Ez azért hasznos, mert így megérthetjük, hogy mire vonatkozik, illetve utal az álom, honnan nyeri erejét, amellyel uralkodhat felettünk. Sokszor nem könnyű egy intuitív úton érkező üzenetet a racionális elménkkel megértenünk és feldolgoznunk. De kezdetnek ez is megteszi. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni. Előfordulhat, hogy a szimbólum és álomfejtés nem hoz végleges megoldást, mert a racionális feldolgozás csak egy bizonyos mélységig képes hatolni a tudatalattiba. Ilyenkor olyan terápiákhoz lehet nyúlnunk, amelyek képesek a gyerekkort feltárni, és ami a lényeg, kioldani a gyökér okot. Míg egyes technikák az traumák újra és újra történő átélésében, illetve átéltetésében látják a megoldást, addig a spirituális technikák energiák segítségével oldják és szüntetik meg a rémálmok forrását. Kineziológia, lelki súlyoldás, emléksúlylevétel és ezekhez hasonló módszerek léteznek, amelyek felszabadítják azokat a lelki és energetikai blokkokat, amelyek a rémálmok előidézői lehetnek. Rémálom egy személyről. Ha a rémálom személyhez kötődik, akkor gyakoroljuk a megbocsátást és az elengedést. Sokszor álmunkban az adott személlyel szemben érzett belső konfliktusunk ölthet testet.
ezért vizsgáljuk meg alaposan, milyen volt a viszonyunk az illetővel, milyen kérdésben nem értettünk egyet, hol volt a kettőnk között a konfliktusok. Vizsgáljuk felül a kapcsolatainkat, és igyekezzünk mindent elengedni, ami csak a múlthoz kapcsol, és ami frusztráltá tehet. Többnyire olyan személyekkel vannak rémálmaink, akik a mindennapi életünkben foglalkoztatnak, és rendszerint nyugtalanná, illetve idegessé tesznek bennünket. Másfelől a rémálmainkban szereplő egyes személyek vagy különféle jelképek a tudattalanunk archetipikus megnyilvánulásai is lehetnek, s kihozhatnak belőlünk meglepő, látens érzéseket és hajlamokat, amelyekről elképzelhető, hogy mi magunk sem ismerjük őket. Ilyenkor az adott szemét mi ruházzuk fel bizonyos tulajdonságokkal. Őre vetítjük ki a belső konfliktusainkat, vagy ő benne ölt testet a lelki-szellemi diszharmóniánk. Fóbiáink nagy része a rémálmainkban is megmutatkozhat, hiszen az ember mitológikusan áthangolja az életét. Sötétséggel, bezártsággal, hüllőkkel, démonokkal, vérrel, veszteségekkel, gyásszal, gonoszsággal, halállal, bűntudattal, gyötrelemmel, stb. Lehet tele. Ezek az álomképek ősi minták, amelyek formát adnak a bennünk tomboló erőknek. Mivel sok álom valamilyen szinten egy vágyteljesítés, a rémálom a vágyak beteljesületlenségének, megvalósíthatatlanságának, vagy a torz megvalósulásának is lehetnek a kifejeződései. Amúgy a rémálmaink arra is lehetőséget kínálnak, hogy feldolgozzuk mindazt, amit éber állapotunkban nem tudtunk vagy nem mertünk megtenni. A rémálmok ellen. A rémálmok legyőzésében általánosan elfogadott eljárások és tanácsok a szakemberek szerint a következők lehetnek. A kellő mennyiségű B-vitamin fogyasztás, a megfelelő kálcium és magnézium bevitel, a stressz csökkentése, a kevesebb tévézés, számítógépezés lefekvés előtt, valamint a kiegyensúlyozott táplálkozás. A következő lépés az önismeret gyakorlása. A rémálmainkat megfejthetjük álmoskönyv segítségével és szakemberek bevonásával, például pszichoanalitikussal. A tudatalatti jelek és jelképek mindig olvashatók, ha értjük a nyelvüket. A reményeink, a vágyaink, a múltunk és a jövőnk helyes megítélése és feldolgozása az önismeret során elkerülhetetlen lépcsőfok. A rémálmaink elárulhatják személyiségünk rejtett és árnyoldalát, amellyel szembesülve és amelyet átvilágítva érhetjük el a legnagyobb fejlődést. A spirituális és holisztikus terápiák nagy hangsúlyt helyeznek a fekhelyre, ahol aludni szoktunk. Ha ugyanis káros földsugárzásnak vagy túlzott elektroszmognak tesszük ki magunkat húzamosabb ideig, akkor az energiák frekvenciája megzavarhatja az agy, a tudat és az aura működését. Ez is előidézhet rémálmokat, feltéve, hogy az ember ellenálló képessége a kritikus határ alá csökken, és így módon védtelenné válik a külső környezeti hatásokra. A legkeményebb rémálmokat viszont már csak a szakemberek bevonásával lehet megszüntetni. A gyerekkori traumák, a prenatális, magyarul a születést megelőző szakaszban keletkezett lelkisérülések és az előző életekből áthozott karmikus emlékek és sokkok csakis méreható, a tudatalattiban is gyökeres változásokat indukáló módszerekkel történhet, amelyeket gyűjtőnevükön emléksúlyoldó technikáknak hívhatunk. Ilyen a regresszió, a kineziológia és számos egyéb spirituális terápia. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!
Videóimnak és podcastjaimnak nem áll szándékában orvosi tanáccsal szolgálni, diagnózist felállítani vagy gyógymódot javasolni. Az itt kifejezésre juttatott nézetek nem feltétlenül tükrözik a hírközlő médium álláspontját. A tanácsok és iránymutatások alkalmazása mindig csak saját felelősségre javallott. Ha az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése van, forduljon szakemberhez, kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészhez. Nem árt, ha az orvos szakirányú természetgyógyász is.